BCT részvénytokenek áthelyezése a személyes fiókból a tőzsdére és eladásra bocsátása. Ha jelenleg a tokenjeid a személyes fiókodban vannak, az eladáshoz először át kell helyezned őket a tőzsdére. A BCE tőzsdéhez való hozzáféréshez kattints a videó leírásában található linkre. A tőzsdei bejelentkezési adatok, felhasználónév és jelszó megegyeznek a személyes fiókod bejelentkezési adataival. Lépj be a Wallet menüpontba, választ ki a BCTT, majd a Deposit gombot. A megnyíló ablakban be kell illesztened a személyes fiókodban található pénztárca címét. Ehhez lépj be a személyes fiókodba, pénztárcám, másolt ki a Smart pénztárca címét. Térj vissza a tőzsde főre, és illeszd be ezt a címet az ablakba, majd kattints a mentés gombra. A platform megadja a címet, ahova a tokeneket át kell utalni. Másold ki ezt a címet. Térj vissza a személyes fiókodba, pénztárcám, BCT küldés. Illeszd be a másolt címet a pénztárca mezőbe. Add meg az átutalni kívánt tokenek mennyiségét, és írd be a megerősítő kódot, amelyet e-mailben kaptál. Az Ethereum hálózat tranzakciós díját figyelembe kell venni, amely a hálózat terhelésétől függően változhat. Miután a részvénytokenek megjelentek a tőzsdei fiókodban, eladhatod őket. Ehhez lépj a vásárlás és eladás szekcióba. A bal oldali ablakban add meg az eladni kívánt BCT mennyiségét és az egy tokenre vonatkozó eladási árat. A platformon létezik egy minimális eladási árküszöbö, amely alatt a rendszer nem engedi az order elhelyezését. Olvasd el a tőzsdei eladási feltételeket, majd kattints az eladás gombra. A kérés feldolgozása után az eladási order megjelenik az order listán. Az oldal alján megtekintheted az összes általad létrehozott aktív ordert.